Munkagépek, lezárt utca, felszedett járda. Ilyen képet mutat a József Attila utca. Az átmeneti kellemetlenséget azonban az itt lakók nem bánják, hiszen 50 év óta ugyanazt a térkövet koptatják, arról nem is beszélve, hogy a földben futó közművek állapotára is ráfért a felújítás. A belügyminisztériumhoz benyújtott nyertes pályázat után a város úgy döntött, még 2019-ben forrásokat biztosít a munkálatokra. Ennek keretében nem csak az útburkolat újul meg, hanem alatta a vízi közművezetékeket is megújítjuk. Az utca az 1970-es évek elején épült, ilyen betonelemes burkolattal, és alatta az ivóvíz és a szennyvízvezeték, mely mára már igen elavult volt. Sajnos több alkalommal volt csőtörés, ami megnehezítette a közlekedést meg az itt élők életét. Ezért döntött úgy a képviselőtestület, hogy nem csak az útburkolatot, hanem a vízi közműveket is kicseréli az utcában. A korábbi években is szóba került ez, azonban nem találtunk pályázati lehetőséget. Tavaly augusztusban a belügyminisztériumtól 30 millió forintot nyert az önkormányzat az útnak a felújításáról. A beruházás teljes összege 126 millió forint. Ennek körülbelül kétharmadát teszi ki az út és járdaburkolat felújítása, és a maradék egyharmad pedig a vízi közműveknek a rekonstrukcióját teszi ki. A beruházás költségvetéséből hiányzó összeget Bonyhád város saját költségvetéséből fedezi. Térköves burkolat készül, mind az út, mind a járdára. 280 méter hosszú az út, 3 méter 70 centi széles, a járda az pedig egy ilyen 1,52 méter szélesség közötti változó szélességű. A kivitelezési munkákat április 22-én kezdtük. Első ütemben az ivóvízvezeték cseréje és a bekötővezetékek cseréje történt meg. Ezt követően ezen a héten kedden kezdődött a szennyvízvezeték rekonstrukciója, illetve az útburkolat bontása. Ennek az ütemnek az elején, itt az I.S. Gyula utcáig történt a bontás és a rekonstrukció, majd így haladnak a Percel utcától fölfelé a Kossuth utca felé három szakaszban. Az átmenő forgalmat már az elejétől teljesen kizártuk az utcából, az egyes ütemben a lakók még tudtak közlekedni az utcában. Ebben az ütemben a Kossuth utca felől Zsák utcaként a lakók még behajthatnak, azonban, hogyha itt ez az első egyharmad elkészül és haladnak fölfelé, már a forgalom teljes kizárásával tudnak csak dolgozni. A szerződés szerint november 30-ára 338 négyzetméternyi járda és 1421 négyzetméternyi új útfelület készül el. Ami nehézséget okoz, az az útlezárások idején a háztartási hulladék szállítása, de a lakók és a kivitelező munkatársainak megállapodása alapján az utcabeliek és a dolgozók a terület elejére és végére kihordják majd a kukákat.